Reformátusok Baranyában könyvbemutató a levéltári napon. Segítik a sporták kiválasztást, a speciális méréseket a PTE egészségtudományi kara vállalta. Zöld energia, kutatásfejlesztés, a felsőoktatás támogatása, együttműködés az MDMP és az egyetem között. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják november 17-én pénteken, tartsanak velünk! Együttműködik a jövőben a Magyar Villamosművek, a Pécsi Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem. A szerződést pénteken írták alá az intézmények vezetői. A kontraktusban elsősorban a zöld energia, a felsőoktatás támogatása és a kutatásfejlesztés szerepel. Kézjegyükkel hitelesítették a háromoldalú együttműködési megállapodást Zsuga János vezérigazgató és Csiba Péter az igazgatóság elnöke a Magyar Villamosművek részéről. Bódis József rektor és Jenei Zoltán kancellár a Pécsi Tudományegyetem képviseletében, valamint Páva Zsolt polgármester és Decsi István alpolgármester Pécs megyei jogúváros nevében. A Magyar Villamosművek már korábban is támogatta az egyetemet Pécs városával, és kifejezetten jó kapcsolatot ápol. Egy háromoldalú szerződés az mindig sokkal, mint egy két oldalú szerződés, már csak a számossága miatt is természetesen. De a várossal nagyon aktív az együttműködésünk. Pécsett van egy rendkívül nagy napelemparka, amivel Pécs bebizonyította azt, hogy igénye van zöld energiára, és azt gondolom, a pécsi törekvések egyértelműek az ország számára a zöld energia, vagy megújuló energiaforrások felhasználása tekintetben, ami szintén kiemelten fontos az MDM csoportnak is. A PTE célja ezzel a stratégiai együttműködéssel, hogy támogassa az MVM csoport stratégiája megvalósítását, továbbá az, hogy olyan kutatásokat és fejlesztéseket kezdjen meg az MVM támogatásával, amelyek valamilyen módon köthetők a cégcsoport szolgáltatási profiljához, vagy bővítési lehetőséget rejtenek magukban. Az MVM a hallgatók munkahelyteremtésében is segít. A hallgatóinknak legyenek gyakorló terepek, most itt a duális képzéssel gondolok, illetve végzés után legyenek munkahelyeik. Na most az MVM csoport az hát nagy létszámmal dolgozó, kvalifikált munkaerőt alkalmazó társaság, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó. Aztán itt van a megújuló energiáknak az alkalmazása, azt gondolom, hogy ebben a régióban, ebben a városban ez egy komoly hangsúlyt kapó dolog, főleg a zöld fővárosi pályázat kapcsán. Az MVM cégcsoport mostantól együttműködik a Pécsi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, közintézmények energetikai felülvizsgálatának elvégzésében. Ennek kiértékelését követően ütemtervet dolgoznak ki az energiahatékonyság optimalizálására, figyelembe véve az EU-Európa 2020 iránymutatásait és Pécs természeti erőforrásait. A Pécsi Önkormányzat közgyűlése csütörtöki ülésén megemlékező nyilatkozatot fogadott el a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A szavazás előtt Hoppár Péter, kultúráért felelős államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a szellemi irányzat értékei beépültek az egyetemes magyar értékek közé. Ezek között említette a nemzeti öntudatra való ébredést, az anyanyelvi kultúra megteremtését és a polgárosodást. A politikus felidézte, Magyarországon Baranya megye az elsők között volt, ahol szárba szökkentek a reformáció tanai, mások mellett Sztáray Mihály jóvoltából. A közgyűlés által ugyancsak egyhangulag elfogadott nyilatkozat rögzíti, hogy a megyeszékhely a reformáció értékeit fontosnak tartja, és a jövőben is képviseli. Könyvbemutatót tartottak a Pécsi Tudományegyetemen péntek délelőtt. A Reformátusok Baranyában című kötet több kutató munkája. Színes és fekete-fehér fotók, térképek teszik hitelessé és érdekessé a kötetet. A reformáció 500 éves évfordulóján a vallási irányzat baranyai hatását vizsgálták a szerzők. Ünnepi apropója a mostani órának ez a frissen megjelent kötet, amely nem mondom, hogy kísérletet tesz, hanem inkább korpuszát kínálja annak az örökségnek, amely a baranyai reformáció szempontjából mindannyiunk számára közismert.
Ugyanakkor adósságtörlesztési fázisban vagyunk 500 év elteltével is, hiszen az egyetemes művelődés történet szempontjából nyilvánvalóan olyan tényeket tudunk felsorakoztatni egy ilyen kötetben, amely Baranya 500 évvel ezelőtti eseményeit rögzíti, amelyek fontos, hogy felkiáltó jellel szerepeljenek 500 év elteltével is a mai identitásunkban. A kiváló fogyasztói márka kategóriában nyerte el a Zsolnai Kulturális Negyed a Magyar Brands 2017 díjat novemberben. A Hungarikumként is elismert Zsolnai Kulturális Negyed egyre nagyobb népszerűségnek örvend a helyiek körében, ugyanakkor országos ismertsége és kedveltsége is folyamatosan nő, mondta el Vince Balázs, a Zsolnai Örökségkezelő ügyvezetője. Vendégünk a stúdióban Vince Balázs, a Zsolnai Örökségkezelő ügyvezetője. Jó napot kívánok! Rangos díjat kapott, egy komoly szakmai díjat kapott a Zsolnai Kulturális Negyed, méghozzá a kiváló fogyasztói márka kategóriájában. Ez egy, így kimondva egy kicsit furcsa hangzik, hogy kiváló fogyasztói márka, nem? Egy első hallásra, de mégis beszéljünk egy picit erről, hogy mi alapján, illetve mit szólnak ez a díjhoz. Hát azért hogy kezdjem az elején, épp a kollégáimtól kértem, hogy az elmúlt 6 évben, mióta ténylegesen a látogatók és a turisták eljárhatnak és bejárhatják a Zsolnai Kulturális Negyedet, hány díjat kapott a negyed, és gyakorlatilag egy A4-es lapon gondoltam, hogy most eljövök önhöz a televízióban is elmondom azt a pár díjat, de az komoly időbe telnem, igen, megjegyezném az A4-es lapon azt a rengeteg díjat, amit kapott. És ez egy fantasztikus dolog. Hát ugye ez érdekes, igen, amiről beszéltem, hogy kiváló fogyasztói márka. Ma már szerintem a vizuális fogyasztás is egyfajta fogyasztás, gyakorlatilag a látvány, hogy ott legyünk. Hát talán még közelebb tudunk mondjuk jutni, hogy megértsük. Ugye gyakorlatilag a szempontrendszer, ami alapján ez a bizottság hozta ezt a döntést, ugye itt az identitás, a reputáció, a márkaépítés, a tradíció, az ismertség és a kedveltség, ezek mind közre játszanak, vagy ezt mind vizsgálták ahhoz, hogy ezt a díjat gyakorlatilag a Zsolnai Kulturális Negyed elnyerje. Ugyebár ez egy nagyon komplex intézmény, fogalmazhatunk így, hiszen a múzeumtól a koncertekig, a kiállításokon át, egészen a vendéglátásig, fesztiválokig, alkalmi kitelepüléseik, akik nagyon sok minden megjelenik itt. Azért ez egyrészt nehéz kezelni, másrészt van egy épített örökség is a negyeden belül, gondolok itt a Zsolnai gyárnak, az irodáknak, meg hát a kihelyezett szobroknak a létére, tehát nagyon sok minden van itt egyben, amit kezelni kell. Ez azért hatalmas kihívás, és mindezt úgy, hogy ismerté tenni és népszerűvé tenni magát a negyedet. Ez hogy lehet megoldani? Ez egy hatalmas munka, még elmondani is így nagyon sok. Igen, hatalmas munka, de egy személyes gondolata, ha kezdjem, ugye sokszor szoktuk mondani azt, hogy a hosszú élettitka, a hosszú élettitka, hát én azt tudom mondani, mióta Zsolnai Kulturális Negyedben van az irodám, és ott dolgozom, hogy a hosszú élettitka látni egyszer a Zsolnai Kulturális Negyedet. Szóval, hogy akármikor bemegy az ember, és egy kicsit ideges és stresszesebb vagy fáradt, gyakorlatilag ugye ott ez negyed az egy 5,5 hektáros területen van, az egyik irodából át kell mennem a másikba, csak egy papírt átvinni, gyakorlatilag végigmegyek a negyeden, és az a pár perc, amikor végigmegyek, az egy fantasztikus érzés és fantasztikus élmény. És szerintem, ami ennek a negyednek most már tényleg ennyi év után fantasztikus eredménye és ereje, hogy azt gondoltuk, amikor a Zsolnai Kulturális Negyedet létrehoztuk, akkor gyakorlatilag a Zsolnai Polcerán gyárból, vagy a Zsolnai névből gondoltuk, hogy erőt merít majd a Zsolnai Kulturális Negyed, és ebből épül egy brand. De most már azt gondolom, hogy ez a Zsolnai Kulturális Negyed olyan jól sikerült, hogy el lehet mondani, hogy a Zsolnai Kulturális Negyed maga legalább annyit ad a városnak, mint brand, és annyit ad mondjuk a Zsolnai Porcelánnak, mint fordítva. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez a, ha mondhatnánk, mondjuk egy jövő látók lennénk, vagy lettünk volna akkor, hogy gyakorlatilag a Zsolnai Porcelánnak, vagy ennek a Zsolnai névnek, ez gyakorlatilag ez egy, a Kulturális Negyed egy jó befektetése volt, mert fölnőtt, visszahozta, és gyakorlatilag
elkezdték az egymást erősíteni. Mire a legbüszkébb az elmúlt időszakból? Mik azok a rendezvények, mik azok az ötletek, amik megjelentek, akár a gyerekprogramoktól kezdve a legkomolyabb szakmai kihívásokig? Mik ezek a sarokpontok, amiket úgy érzi, hogy fontos volt meglépni? Igen, hát ha leszűkítjük, ugye, mert már mint említettük, hogy a Zsolnai Örökségkezelő egy nagy cég, és nagyon sok mindennel foglalkozik, sok épület tartozik hozzá, de ha leszűkítjük csak a Zsolnai Kulturális Negyedre, akkor azt lehet mondani, hogy szinte 100%-os a kihasználtságunk gyakorlatilag. Bármikor tudnánk több száz négyzetméter irodát még kiadni. Egyre több cég, innovatív cég és olyan cég, amelynek fontos mondjuk a brandépítés és fontos egyfajta minőségnek a megcélzása. Ők mind szeretnének gyakorlatilag ott irodát nyitni. Ezt most azt mondtam, hogy hála Istennek nem tudjuk megtenni, mert tele vagyunk, de mindenképp lenne még erre befogadási készség. A családok felé ugye az elmúlt két évben elmentünk, és elkezdtük erősíteni azokat a szolgáltatásokat, amelyek még jobban a családokat szólítják meg. Ugye ott vannak az apartmanházaink, ezt nagyon sokan nem tudják, 13 apartman van a Zsolnai Kulturális Negyedben. Azért fantasztikus ott ébredni egyébként a negyedben, és nagyon azt gondolom, hogy piaci áron, nagyon jó áron lehet ezt megtenni. Természetesen ez a turisztikai és a különböző csomagjainkban ezek benne vannak. Hát a negyeddel kapcsolatban pedig ennyi, és hát persze ott van a negyeden belül az E78, talán az E78 az a komplexum, amely mondjuk a középiskolásokat és az egyetemeket tudja egyetemistákat tudja a legjobban megszólítani. Én azt gondolom, az elmúlt két évben is nagyon sok olyan új zenekar érkezett hozzánk, amely az elmúlt időszakban nem. Szóval, hogy ez egy folyamatosan fejlődés, és nagyon nehéz kiemelni, és ezt tényleg őszintén mondom, mert épp szerintem jövő héten fogok önökhöz megint hozzátok jönni, mert épp egy turisztikai díjnak a bezsebelésében is jövő héten a Zsolnai Kulturális Negyed részese. Szóval, hogy folyamatosan jönnek az a fajta munka, az a befektetett munka, amit a város lakók és az ott dolgozók ebben a cégben tettek, azok most kezdenek el igazából gyümölcsöket arató módon látszani, és hát persze folyamatosan fejlődnek ugye a kiállításaink, és el kell mondanom, de ezt most tényleg nem mondom, remélem majd, hogy jövőre egy nagy durranással is ez a gyakorlatilag a zsolnai névhez, vagy a zsolnai gyárhoz is, és a kiállításhoz is kapcsolódik, lehet, hogy jövőre egy nagy durranással tudunk majd jelentkezni a pécsieknek, a turistáknak, a külföldieknek, és mindazoknak, akik ide látogatnak. Ha már jövő, akartam is kérdezni, vannak-e olyan kijelölt irányok, amin úgy néz ki, hogy tovább lehet menni, vagy vannak-e olyan irányok, amikre azt mondja most a negyed, hogy hát ezt most ne erőltessük, minden bevált, nem vált be, mi a jövőkép? Nagyon fontosnak tartom, de azt gondolom, hogy ezt talán a legegyszerűbben úgy tudom érzékeltetni, hogyha mindannyian veszünk egy autót, vagy veszünk egy házat, akkor arra elkezdünk vigyázni. És talán, amikor még garanciális az autó, akkor egy kicsit kevésbé figyelünk oda, de tudjuk, hogy hosszú távra tervezünk, szükségünk van, nem tudjuk leváltani, és elkezdünk odafigyelni. A következő időszak az arról is fog szólni, és kell, hogy szóljon, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy gyakorlatilag a negyedben lejárt a garanciális időszak. És innentől kezdve azok a munkák, azok a hibák, azok innentől kezdve gyakorlatilag a Zsolnai Örökségkezelő költségvetését terhelik. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon most még erősebben és még precízebben kell fölépítenünk, sokkal előbb kell észrevennünk a hibákat, elhárítani, hiszen ezekkel több 10-100 000 forintokat tudunk spórolni, és most már a garancián kívül egy fókuszáltabb jobb gazdáinak kell, hogy legyen gyakorlatilag a menedzsment az elmúlt időszakban, és természetesen ez vonatkozik a Kodály Központra is. Két ékszerdoboz, az ékszerdoboznak gyakorlatilag meg kell maradnia, meg kell ezeket tartani, és ezekre őrült módon oda kell figyelnünk, és természetesen azokat a természetes fejlesztéseket, és mondjuk itt audio, ugye hang és fénytechnikai elemekre gondolok, amelyek gyakorlatilag a brandjét is mondjuk egy Kodály Központnak építik,
pontosan tudjuk, hogy egy mobiltelefon kapcsán fél év után az a fantasztikus mobiltelefon már nem ér semmit, és ezekkel is tartanunk kell gyakorlatilag a lépést, hiszen azok a külföldi sztárok, világsztárok, akik jönnek, azok a legmodernebb, legkomolyabb riderrel fognak bejelentkezni, és nekünk gyakorlatilag ezeket az igényeket a jövőre nézve is ki kell tudnunk majd elégíteni. Akkor marad a magas szakmai színvonal, ami a programokat illeti, és ehhez egy olyan menedzsment, aki a körülményeket mindenkor maximálisan tudja majd biztosítani. Ugye? Jól értjük? Így van. És hát persze ezen lehet vitatkozni, hogy ugye nehéz minket arról beszélni, hogy szakmailag magas színvonalú programok, mert hogy nekünk őrült sok programunk van, és nekünk nem az a dolgunk csak, mondjuk most kicsit visszalépek, ugye volt balettosként is, hogy egyfajta réteg műfajt szolgáljunk ki, és punktum. Nekünk egy nagyon széles spektrumot kell tudnunk kiszolgálni, és lehet, hogy épp az a stílus épp nekem nem a magas kultúrát idézi, de egy másik pécsi lakosnak pedig azt idézi. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog. Szerintem talán a legfontosabb az, hogy olyan programokat és olyan lehetőségeket hozzunk a városba, amelyben minden egyes pécsi vagy minden egyes ide látogató megtalálja a helyét. És ez vonatkozhat egy fesztiválra is. Elmegy egy térre, ott szól látvány valami olyasmi, ami kevésbé tetszik, de tovább megy a városban is, az már tetszik, és megtalál a helyét. Nekünk minél színesebb dolgot kell, azt gondolom, megtennünk, és megvannak természetesen azok a kulturális közösségek, amely réteg műfajokként a specifikusan az a dolguk, ők is a maguk szintjén nagyon erősen dolgozzanak, hogy a város és a mi hírnevünk az tovább tudjon szépülni. És hát jöjjenek az újabb díjak. Így van, és hát jöjjenek az újabb díjak. Attól mondjuk a Zsolnai Kultúrás negyed esetében hála Istennek nem félek, hogy nem fognak jönni. Én minden esetre gratulálok ehhez a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és további sok sikert a munkájához. Köszönöm szépen. Sporták kiválasztás erősegítő programot indított elsős és második évfolyamos tanulóinak a Baptista Szeretett Szolgálat Széchenyi Gimnáziuma általános iskolája és sportiskolája. A megvalósításban többek között a Rádgéber Kosárlabda Akadémia, a PSN ZRT és a Multi Alarm SE segít. A Pécsi Tudományi Egyetem egészségtudományi kara pedig a speciális méréseket végzi majd el. A sportiskolai program egy speciális utánpótlás nevelési rendszer, életpályamodell az óvodától az egyetemig. A Baptista Szeretett Szolgálat Széchenyi Gimnáziuma általános iskolája és sportiskolája célja az új programmal a gyerekek komplex fejlesztése, az öröklött tulajdonságok és a fejlődés, fejlesztés során megszerzett képességek és készségek formálása, a differenciált gondolkodás kialakítása. Ehhez a pécsi sportegyesületek edzőkkel, az egyetem egészségtudományi kara pedig szakemberekkel és speciális mérésekkel segíti az intézményt. Tulajdonképpen ez egy kiválasztást elősegítő program, amelyet első-második évfolyamos gyerekeinknél indítottunk el. Nagyon-nagyon sok partner csatlakozott hozzánk, Rádgéber Kosárlabda Akadémia, a PSN ZRT, Multi Alarm, az ETK, PTETK kara mérésekkel és a Törpic Úr Egyesület. Együtt végezzük ezt a programot, és a célja az, hogy két tanáros óramodellbe, egy testnevelő tanár és egy szakedző közreműködésével nagyon jó alapot tudjunk biztosítani ahhoz, hogy a gyerekek a lehető legjobb sportágat válasszák. 5 önkéntes amerikai futballedző érkezett Pécsre még nyáron, akik a legmagasabb rangsorolt bajnokságokban játszottak és edzősködnek jelenleg is. A trénerek vezették a tábort, melyben a hangsúly az erőnléti edzésen és a játék stratégiai megismerésén volt, valamint az angol nyelv gyakorlásán. Zack Pierce a tábor után is itt maradt az iskolában, annyira megtetszett neki a város, az iskola. A pécsi iskolában testnevelést tanítok, angol órákra is bejárok beszélgetni a gyerekekkel. Heti egyszer 4 órában egy velencei intézményben biológia órákat adok. Délutánonként Pécset pedig amerikai foci edzést tartok az egészen kicsi korosztálynak.
Az új sportprogram célja, hogy az intézmény intenzív segítségével a tanulók életének korai szakaszában szerzett képességeikből fakadóan jó sportolókká váljanak, megtalálva nekik legmegfelelőbb sportágat. A kiválasztás 8 éves kor után kezdődik majd el az egészségtudományi kar, antropometriai és sportágspecifikus mérései, szakági edzők, testnevelők javaslata, valamint szülők gyerekek választása alapján. Mindezt 3 szinten valósítják majd meg, a 4, az 5-6, illetve a 7-8 éves korosztályban. Más rizikócsoportok mellett az idei évtől ingyenesen kaphatnak influenza elleni védőoltást a pedagógusok is, jelentette be Szabó Enikő helyettes országos tiszti főorvos. Szabó Enikő hozzátette, összesen 1,3 millió adag ingyenes vakcina áll rendelkezésre a kor és foglalkozás szerint megállapított rizikócsoportok számára. Javasolják az ingyenes védőoltás beadatását az egészségügyben dolgozók számára, a 60 év felülieknek, a súlyos szövődmények elkerülése miatt bizonyos krónikus betegségben szenvedőknek, valamint az állatgondozással, tenyésztéssel, szállítással foglalkozóknak, közölte a helyettes országos tiszti főorvos. A pécsi törvényszék 15 és 13 év fegyházra ítélte azt a két baranyai szülőt, akik éheztették, kínozták, dohányzásra és alkoholfogyasztásra kényszerítették gyermekeiket, akikkel szemben szexuális erőszakot is elkövettek. Az elsőrendű vádlott B.V., a 40 éves baranyai férfi és 34 éves felesége házasságából több gyermek is született, akiket nem gondoztak, neveltek megfelelően. A gyermekek disznókkal, nyulakkal éltek együtt, és rendszeresen mocskos, koszos ruhában küldték őket iskolába, óvodába. Az apa és az anya gyakran megfeledkezett arról, hogy a gyerekeknek enni adjanak, ezért az apróságok sokszor a szomszédtól kértek ételt. Máskor pedig azért kellett cigit szívniuk és alkoholt inniuk, mert a szülők szerint ezzel csillapítani lehetett az éhséget. A vád szerint a szülők rendszeresen verték a gyerekeiket, sőt, szexuális erőszakot is elkövettek velük szemben. Híradónk végén fontosabb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Reformátusok Baranyában könyvbemutató a levéltári napon. Segítik a sporták kiválasztást, a speciális méréseket a PTE egészségtudományi kara vállalta. Zöld energia, kutatásfejlesztés, a felsőoktatás támogatása, együttműködés az MDMP és az egyetem között. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!